18 esztendős Calin Whitney-re. Ő megszorítatja vele még a Campbell Brown-t. Csak 18 esztendős még az amerikai szuper tehetség, viszont Veronica Campbell Brown óriási elánnal kezd, és ott 50 méter után majd, ahogy bejönnek a célegyenesbe, bizony, ő az, aki behozza a mezőnyt, és egyelőre nagyon-nagyon magabiztosan vezet, kifejezetten jó fut, jó a hátszél is, nagyon kellemes, jönnek egy kicsit mögötte, fárad már Veronica Campbell Brown, de meg fogja nyerni ő ezt a versenyt, 22,52 század másodperccel, a végére elfárad. Ugye a 2011-es, még a Puskás Ferenc stadion maradott győzelme után 2016-ban is a leggyorsabb ezen a versenyen 200 méteren, 22-52, ez a győztes eredmény. Hölgyek esetében nem illik nyilvánvalóan az életkorral foglalkozni, de azért az ő esetében el kell mondani, hogy ő már 4 esztendős. 22-63, a célfotó dönt a két amerikai Sharonda Solomon és Tiffany Townsend között. Calin Whitney 22-85-tel a negyedik, a dél-afrikai Isaac Conley 23-22-vel az ötödik helyen. Geneva Tarama Egyesült Államok 23-41, és idei legjobbját futja az egyes pályán Olivia Ikpone 23-86-tal, Kapturéba pedig 24-05-tel zár a nyolcadik helyen. 1 méter per szekundumos hátszél segítette a versenyzőket.